Bárándi Gergely azt mondta, hogy volt megnyugtató magyarázata a levelezésre. Mi volt az? A megnyugtató magyarázat az volt, hogy a levelezés semmilyen módon nem befolyásolta sem a jelentés tartalmának a kialakítását, sem pedig annak megjelenésének időzítését. A panaszos természetesen bármilyen kérelmet előterjeszthet arra nézve, hogy mikor jelenjen meg egy jelentés. Május 28-án azt kérte, hogy minél előbb jelenjen meg. Ehhez képest szeptember 17-én hoztuk nyilvánosságra de a jelentést. De miért? Mert addig tartott a vizsgálat, akkor van kész, amikor én aláírom. Én szeptember 12-én írtam alá, és minden érintettnek szeptember 12-én készbesítettük. A folyatal honlapján pedig 17-én jelent meg. Akkor nem szabadságolás miatt, nem ügy miatt, nem semmi. Kampány miatt? Bármely ügyfél kérheti, hogy az ügyében sürgősen járjunk el azért, mert Hajdúszoboszlóra utazik, vagy bármilyen más egyéb indoka van. Semmilyen befolyással nem volt az időzítése, mert három és fél hónap tart el a kérés előterjesztése és a jelentés megjelenése között. Szóval mi a véleménye? A bizottság elfogadta ezt a jelentést, amit megállapítottunk, és megállapította, hogy semmilyen törvénysértés nem történt a biztos részéről. Azt hozzá kell tennem, hogy egy munkatársam hibázott, akkor, amikor azt a látszatot keltette, hogy befolyásolhatja azt, hogy pár nappal korábban a panaszos értesüljön arról, hogy a jelentés elkészült. Ez hiba volt, azt írta, hogy megpróbálom, és ezért fegyelmi eljárás kezdeményeztem a mai nappal elmenem. Ön le fog mondani? Én akkor fogok lemondani, amikor, és annak nagyon súlyos üzenete lesz, amikor úgy értékelem, hogy az alapjogvédelem lehetőségei Magyarországon ellehetetlenültek. És most hogy érzi? Most nem érzem így. És a levélben nem csak az volt, hogy megpróbálom, hanem az is benne volt, hogy bíztató a jelentés tervezetet. Erről mi a véleménye, hogy ilyen információk is kiszivároghattak és értékelhetek? Én úgy gondolom, hogy az a üzenet az úgy szólt, hogy egy munkaanyagot már olvasott, és az nagyon jó. Ha ennek az ellenkezőjét írta volna, súlyos kritika lenne a hivatal működésére, mert az azt jelentette volna, hogy a munkaanyagok nem jók, amik a hivatalba készülnek, és ezt egy félosztályvezetőtől nem venném jó néven. És az, hogy 90%-ban a TASZ szerint megegyezik az ő anyaguk a jelentés tartalmával, erről mi a vélemény? Ezt nem a TASZ állította, és nem egyezik meg 90%-ban. Áttekintettem az elmúlt évek TASZ-tól érkezett beadványait, ennek nagyjából 50% olyan, amit elutasítottunk, illetve nem a TASZ kérése szerint jártunk el. Ez annyit jelent, hogy a társaság a szabadságjogokért az nem egy VIP ügyfele a hivatalnak. És akkor miként értékeli ezt a támadás sorozatot? Tehát ki támadja önt, és milyen indokokkal ön szerint? Én semmilyen módon nem értékelem ezt. Én tényszerűen tudomásul vettem, hogy megjelentek olyan vádak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Bocsánat, hogy a májusban megvan egy jelentéstervezet, az normális, hogy csak szeptemberre készül el a végleges jelentés? Abszolút normális, tekintettel arra, hogy ezt követően ismét megkerestem az emberi erőforrások miniszterét, és szeptember 2-án érkezett vissza a válasza. Szeptember 8-án került az íróasztalomra, és szeptember 12-én írtam alá, nem jelentéktelen változtatások után. Bocsánat, és hogy értékeli Kocsis Máténak a korábbi kijelentését, hogy a droglobbi megvetette a lábát az ombudsmani hivatalban? Sehogy nem értékelem azért, mert politikai jellegű nyilatkozatokat nem tehetek. Ön szerint mit lehet abban segíteni, hogy akkor ez a drogszemét nem a Józsefváros utcáit öntse, hanem hát valahol több helyen is hozzájuthasson a sterilt ügyhöz? Megfogalmaztam a jelentésben azt a nagyon szelíd ajánlást, hogy kívánatos lenne az, hogy hogy a polgármester keressen olyan kompromisszumos megoldást, amely mellett ez a program tovább folyhat, mert a tudomány megállása szerint ennél költséghatékonyabb módja nincs a járvány veszély elkerülésének.